Hogyan kezdtem, mik voltak az első lépéseim? Erről fogok már neked mesélni, úgyhogy üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Nagyon sokan látják a Mastermind csoportokban, hogy a marketing egy nagyon hatékony eszköze, főleg a személyes brandépítésnél, de egy cégnél is, hogy valamilyen módon megjelensz az online médiákban, én leginkább a YouTube-ot használom, de valakinek hasznos lehet a Facebook vagy az Instagram használata. És hogyan kezdtük el, hogy mi volt az első, az eleje, erről beszélgettünk most egy személyes találkozón, például Szombathelyen, és mindenki azt kérdezte, hogy hogyan kéne elkezdeni, milyen legyen az első videó. Csinálj meg az első videó, mert bemutatkozom, az nagyon fontos, hogy az elé megismerjenek. És logikusnak hangzik, nem? De ami érdekes, ha visszagondolok, hogy az én csatornáimon legyen az ingatlanos csatorna, legyen az pedig a sikervitamin csatorna. Mind a kétszer, nyilván az elején csináltam egy-két bemutatkozó videót, volt a különleges videók, de azt vettem észre, hogy az évek folyamán az a több ezer regisztrált látogató, illetve csak egyszer, kétszer benéző látogató nem tekert vissza az elejére, nem nézte meg a legelső videókat, hanem egyszerűen becsatlakozott. Tehát magyarul folyamatosan egy jó műsort, egy jó szolgáltatást, egy jó információ, vagy szórakoztató tartalmat kell nyújtanod. Tehát természetesen jó érzés az, ha csinálsz magad, amikor még kevesen, vagy alig vannak, vagy szinte szín, senki sincs, csak az ismerősök a csatornádon, akkor is érdemes bemutatkoznod, vagy később érdemes megújítanod a bemutatkozó videódat, hogy fölrakod mondjuk az induló oldalra, a YouTube induló oldaladra, vagy a Instagramra vagy a weboldaladra akár. De ne feledd, amikor videókat csinálsz, hogy hiába épített föl nagyon struktúráltan az elején bevezető dolgokkal, utána folyamatosan egymásra építve, nagyon sokszor ezt úgy nézik, mint egy végtelen sorozatot, amiben belebelenéznek néznek egy-egy részbe, és önállóan, tehát strukturálisan önállóan is jónak kell lenni, nem lehetséges az, hogy aki nem látta az elejét, nem érti, hogy miről beszélsz. Úgyhogy nekem megmondom, hogy hogyan kezdődött például az ingatlanos csatorna. Először csináltam olyan videókat, és ez neked is hasznos lehet, amelyeket nagyon sokan megkérdeztek kérdések, és ezekre válaszoltam. Tehát olyan oktató, nevezhetjük oktató, ügyfél oktató videókat csináltam az ingatlanos csatornán, amiket nagyon sokszor megkérdeztek, ezeket elmondtam videóba válaszokkal együtt, természetesen és sok esetben elküntem, elküldtem a linket, hogy nézzék meg a videót, ott el van magyarázva pontosan, hogy hogyan, milyen módon történik az ausztriai ingatlanvásárlás, milyen jogon vásárol például egy magyar, európai jogon természetesen, minden további nélkül, és egyáltalán mi kell ahhoz, mi a folyamat, és így tovább. Ebben nekem roppant sok időt sikerült az elején megsporolni, és azt gondoltam, hogy ez lesz a fő nyereség belőle, pedig nem, az történt, hogy egyre többen feliratkoztak, és utána jöttek nyilván hírlevél regisztrációval, ilyen töltsérrel, marketing töltsérrel egyre többen. De mi a lényeg, hogy ma már, aki megnézi vagy megtalálja videóimat, és mondjuk valamilyen módon kapcsolatban lép velem, kiderül, hogy nem látta azt a sok száz videót, vagy például a Sikervitaminnál az elmúlt 550 videót, amiből nem mind az 500 látható, tehát nem mind public, de több mint 400, ami hozzáférhető. Nyilván nem fogja senki megnézni a legelején a bemutatkozó videókat. Sőt, ráadásul ezek az elején elindult legértékesebb videók, ezek bizony azok voltak, amikor Bob, Bob Proctornál voltam Torontóban, és egy hatnapos tréning volt. És már előtte is csináltam egy-két videót még az ingatlanos csatornán, és elmondtam nagyjából, hogy mire készülök, és ez mennyire izgalomba hoz, és ebben nagyon sok követő figyelte, hogy milyen videókat készítettem, azt a hat darab videót, még volt egy-két utánkövető videó, amit Torontóból küldtem, és raktam fel online. És ezek annyira jól összefoglalták, és annyira jó eszenciája volt egy hatnapos, szuperdrága, és a világ egyik legjobb oktatójánál töltött tréningnek, hogy tulajdonképpen ezt később le is vettem, azért, mert túl értékes volt ahhoz, és ezt ma egyébként meg tudod nézni bármikor, online meg tudod rendelni, a videó alatt van egy link. Ráadásul most húsvétig ezen a héten egy jelentős, nagyjából 50 eurós kedvezménnyel. De ami az érdekes, hogy amikor ezek elkezdődtek, ezek a videók, és ennek kapcsán nagyon sok látogató lett, akkor egyre több témát hoztam, és kiderült, hogy önjáróvá tud válni a csatorna. És ez is egy nagyon fontos következtetés. Az elején nem tudtam még, hogy később mit akarok. Sőt, nem is tudtam arról, hogy milyen mastermind csoportokat szeretnék indítani, amik most mennek, és hatalmas boldogságot és, és örömteli sikerélményt okoznak és fogalmam se volt arról, hogy létezni fog a Udemy, aminek eddig sok ezer eurót, vagy sok ezer dollárt sikerült keresni, és nagyon sok oktatóanyagot sikerült föltenni már, eddig 8 anyag van egyébként fönn, és valami 3-4 van a csőben betöltve, ami hamarosan föl fog kerülni. Szóval azt akarom ebben kifejezni, hogyha elkezdesz egy csatornát, elkezdesz egy közönséget fölépíteni, mert alapvetően bizalomra épül, és a bizalmat építed, az menet közben fog kialakulni, hogy mivel tudod megtölteni ezt a tartalmat, ezt a közönséget. És ezért szoktam azt mondani, ezt beszéltük szombathelyen is, hogy nem kell olyan nagyon struktúrálisan megtervezned évekre előre, csak kezd el. Kezd el valamilyen módon, kezdj el kommunikálni. Van érdekes hogy az egyik tagunk, ő például profi jogaoktató. És van érdekes, hogy amikor egy-egy témáról beszélünk, a jogának egy olyan kérdését tesszük fel, amilyen kíváncsiságból, és egyszerűen elmond egy 5-10 mondatos, olyan érdekes infót, hogy meglepőd, meglepődve és, és figyelemmel hallgatjuk, azt szoktam mondani, hogy figyelj, ebből csinálj videót. Tehát neked is van biztos, amikor beszélgetsz ügyfelekkel, munkatársakkal, vagy akár barátokkal, és mesélsz a saját dolgaidról, és és olyan érdekes dolgokat mondasz, hogy simán videót kéne csinálni, hiszen az ügyfelek 99%-a valószínűleg nem tud róla. Úgyhogy el kell indulni. És nekem egyébként az egyik talán legsikeresebb irány az volt, amikor kooperációkat kezdtem, például elkezdtem közös videót készíteni, még nem túl sokat ugyan a távolság miatt, de egy pár közös videót készítettem más youtuberrel, például ilyen a sikergurú, az Andrá akivel csináltunk egy pár videót, és azt gondolom, hogy kialakult egy nagyon jó szimpátia és bizalom egymás iránt, és akkor itt az ötlet egy német, német példa alapján, egyébként Amerikában is van ilyen, hogy csinálunk ilyen konferenciát, online konferenciát. És ez is olyan volt, mint a csatorna az elején. Nem tudtam megmondani, milyen eredményt fog hozni. Azt tudtam, hogy nem lesz óriási nagy nyereség belőle, mert az egész igazából egy, egy majdnem hogy non-profit módon volt fölépítve, hiszen a befektetett munka, energia és marketing költségeket nagyjából behozta a bevétel. De nem is ez érdekes benne. Ami érdekes benne, hogy olyan járulékos nyereségei voltak, amire eleinte nem számítottam. Tehát előtte nem tudtam, mielőtt elkezdtük. És az egyik ilyen volt, hogy egyrészt nagyon sok megszólaló, tehát akit meghívtunk előadóként, egyébként 17 darab videó van, tehát 17 előadás van, a vagy most a 16 is van egy készítő videó, a megszólalók gyakorlatilag eleinte nem is gondolták, hogy milyen eredményt fognak elérni. Mi se tudtuk pontosan, igazából bíztak bennünk, hogy jó eredménye lesz, de egy pár előadótól, aki aki coach és tréner, tehát visszajelzéseket kaptam tőlük, elég sokan vettek részt az előadásaikon. Van, akitől nem kaptam visszajelzést, nem tudom, hogy hányan jártak ő de például, és ez a legérdekesebb, például tudok olyanról, aki elmente egy nagyobb coach training tanfolyamra, ami több hónapos, és ahogy most látjuk, ahogy most gondoljuk, jelentősen vagy akár teljesen megváltoztatja a karrierjét. Lehetséges, hogy talál egy olyan dolgot 20-30 év után, amit csinált eddig, amivel kitejesedik az élete. És ha ezt most visszapörgeted, hogy elkezdődött az egész a Matrixon, egy videóval, amely nem tudtam, hogy miért, csak egyszerűen annyira örömmel volt abban a tréning, hogy el kellett mesélnem, hozzá tudsz férni egyébként ez a teljes videóanyaghoz, majd elkezdtem napi vitamin előadásokat csinálni, vagy ezeket a vitaminokat csinálni, majd egyre többen ismertek, majd kitaláltuk, és itt találtam meg az anitát kitaláltuk együtt, hogy legyenek ilyen, legyen ilyen online vállalkozói konferencia először Magyarországon, meg lett a 16 előadás, és a végén tréningek lettek belőle, és az emberek élete megváltozott. Szóval, ha úgy gondolod, hogy előre mindent el tudsz tervezni, ezt ne tedd. Azt mondta nekem is Bob Proctor, hogy ne azon törd a fejed, hogy amit el akarsz érni, mi lesz az az útod, ha eljutsz. És meg fogod látni, ma beszélek egy-két, pontosan ezen a héten beszélek még egy nagyon érdekes vonzás törvényével kapcsolatos utolagos felismerésemről, egy egészen különleges dologról, egy homofutó bugiról, de majd ezt a következő videóban. Szóval azt javaslom neked, hogy ha gondolod, és hogyha szeretnél többet kihozni az életedből, ha abban a fázisban vagy, mint a Bob legtöbben legtöbb egyébként a résztvevők, vagy a sikervitaminos nagyon sokan vannak, vagy akik csatlakoztak a Mastermind csoportra, csoportba, igazából a legtöbben szeretnének valami újat kezdeni, valami többet kihozni az életükből, amik azt gondolják, hogy hát nem lehetett csak ennyi az élet, ennél többet akarok, ebben több van bennem, ettől több az életcélom, a küldetésem, amiért ezen a földön vagyok. És ami érdekes, hogy ebben nagy segítséget tud nyújtani, hogyha nem egy valakitől tanulsz csak, és én ebben abszolút nem vagyok féltékeny, mint nagyon sokan, hanem 16 másik előadótól, vagy 15 másik előadótól. Tehát azt szeresolom neked, hogyha szeretnéd magad megajándékozni húsvétre, szeretnél egy új impulzust kapni az életedbe, akkor ezt a, hát nagyjából 14 és fél óra anyagot, tehát ez nagyjából egy három napos konferenciának felelne meg, hogyha egész nap előadásokat hallgatnál, nyilván megfelelő szünetekkel, de egyáltalán nem lehet egyébként feldolgozni ezt a hihetetlen információt. Annyi impulzust fogsz kapni, hogy milyen vállalkozást, milyen módon végez, hogyan találd meg és szabadítsd föl a blokkádjaidat, a gátjaidat, amik visszatartanak. Szóval egyszerűen annyi impulzus van ebbe összegyűjtve, annyi energia, hogy az hihetetlen, és mindez a 17 előadás, vagy 17, órá, 17 előadás, vagy a 17 darab videó, 14 és fél óra, ami nagyjából három napnak felel meg, ez most 150 euró helyett hozzáférhető neked, nagyjából a felér 69 euróért. Ez csak húsvétig van itt, tehát onnantól vissza a normál ár, és csak akkor, hogyha itt a videó alatti linkre kattintva rendeled meg, és veszed meg. Tudni az érdekes? Hogy amikor egy ilyen konferenciát, nekem megvan több konferencia anyaga másoktól is, egy ilyen konferenciát nem csak meghallgatsz ne egyszer, hanem megveszel, és előveszed, mondjuk évente egyszer például, nyarlás közben egészen kiváló egyébként, napozás vagy bármilyen más közben, mondjuk én nem szoktam napozni, de <laughs> vitorlázás közben például, akkor tudod, mi történik? Olyan, mintha megint más mondanának az anyagon. Olyan érdekes dolog, hogy amikor te hallgatsz egy előadást, akkor valójában leképeződnek benned válaszok. Az alapján, ami a fejedben van kérdés. Egy évvel később, két évvel később, nekem a Wolfgábornak a gazdag tanácsadó konferenciót, ilyen, amit legalább tízszer meghallgattam, de amikor újra és újra meghallgatod, akkor tulajdonképpen mindig más tartalmat találsz benne, mindig új dolgot fedezel fel benne. Azért, mert a kérdések, amivel konfrontálod, a kérdések, amik foglalkoztatnak, a kérdések és a problémák amik az életedben vannak, Egészen más válaszokat hoznak ki az anyagból. Úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy egy olyan dolgot érdemes megvenned, amelyet élettartam szintjén vásárolsz meg, és bármikor hozzáférsz, letöltöd a telefonodra, és még internet nélkül is tudsz bele tanulni. Én azt gondolom egyébként, hogy egyetlen egy ilyen eladás lenne a 16-ból, ami neked változást az életedbe, bőven megérné a százszorosát is. De biztos vagyok benne, hogy mivel olyan nagy volt a merítés, olyan sokféle témát merítettünk, valószínűleg tartom, hogy legalább 2-3 aranyat érő adás lesz neked, amiután nyilván megkapod az alaptudást, és talán el tudsz menni a forráshoz, el tudsz menni az előadóhoz további tréningekre, vagy lehet, hogy az alaptudással már el tudsz indulni. Ami érdekes, és ez is megdöbbentő hogy akiknek megváltoztatta az életüket, azok nem is hallottak előtte ezen előadókról. És én magam is így vagyok vele, előtte nem ismertem azokat az előadókat, a, legalábbis személyesen nem, akikkel én magam készítettem az interjút, és nagyon élveztem, mert fantasztikusan sokat tanultam. Képzelj el, csináltam az interjút, ami egy kötetlen beszélgetés lenne, és sokszor elkezdtem jegyzetelni, mert annyira érdekes és fontos dolgokat mondott azt javaslom neked, hogy szerez meg ezt az anyagot, tedd magadévá. Úgyhogy ez a mai gondolat, ne gondolkoz azon, hogy hova fog eljutni, meg fogod látni, csodálatos dolgok fognak történni a vonzás törvényével, ha elkezdesz valamit, van benned egy őszinte erős motiváció, elindulsz egy irányba, azt kitartóan követed, akkor csak azt veszed észre, hogy te mész, mész nagy energiával előre, és már vannak mögötted, és már követnek téged, és jönnek veled, és milyen emberek fognak jönni, olyanok, amiket te bevonzol. Olyan, ha te rendes ember vagy, és te egy pozitív energiát sugárzol ki, akkor rendes és pozitív energia emberek jönnek mellett, mögötted. De indulj el, kezd el, és nem tudom még és, hogy hova fogok tudni eljutni, hogy fogom elérni a célomat, amiben legalább százer embernek szeretnék segíteni, de nagyon jó, haladok ebbe az irányba. Úgyhogy azt javaslom neked, hogy tarts velem, regisztrálj erre a csatornára, vagy a sikervitamin.hu-ra, és két olyan anyagot mondtam el neked ma, amit feltétlenül javaslok, és azt gondolom, az egész életed megváltozhat, ez a Bob Proctornak a Matrix, 2X-el kell írni, tréningének az eszenciája, és ez az online konferencia. Azért mondtam el ezt mind a kettőt, mert mind a kettő annyi impózust fog neked adni, akár éveken át, hogy nem tudom elképzelni, hogy van -e olyan könyv, vagy van-e van olyan előadás, ami ezt megközelítené? És ráadásul, ha ezt a kettőt úgy döntesz, hogy magadévá teszed, és megszerzed, és egész életedbe fogod tudni hallgatni, akkor még válasz hozzá valamennyit, nem túl sokat, de ha 219 euróért, miért pont egy 219? Mert 2019 van, de hát az sok lenne ennyi pénz, hogy kiadtam egy nullát, 219 euróért vásárolsz, ezen a héten, ezen a húsvétra rászaladó héten, egészen péntek évfélig tananyagot, ez lehet 3, 4 vagy 5 tananyag is, akár, akár 8 is lehet persze, akkor nem csak egyrészt 219 eurót legalább kapsz ajándékba, hiszen átlag 50% engedménnyel vannak ezek a tananyagok most hozzáférhető bt tehát ezeket meg tudod most vásárolni, hanem arról van szó, hogy kapsz három olyan, vagy kettő olyan Különleges ajándékot, amit más vagy nem kap meg egyáltalán, vagy nagyon sok pénzbe kerül. Az egyik az, hogy régóta volt már sikernap. És tudod, amióta a legutolsó sikernap volt, annyi információ, annyi tudás, annyi tapasztalat, annyi eszencia, mondhatom egy kicsit szerintelenség nélkül, annyi bölcsesség gyűlt össze áttörést jelentő bölcsességek és gondolatok gyűltek össze bennem, és nem csak bennem, ez, ez túlzásan ezt mondani, a mastermind csapatokból, hogy úgy gondolom érdemes lesz, és eljött az idő újra tartani egy sikernapot. Nem tudom, hogy lehetem majd jelentkezni rá, de aki ez a 219 euró értékben vásárol, ezen a héten, a Judemin, a videó alatti linkeken, nem más módon, a linkeken, tréninget, akkor az el fog tudni jönni erre a, hát jelenleg úgy sokszor, hogy 19 ezer forint értékű, ha esetleg lehet majd pénzért is eljönni, értékű sikernapra, nagyon exkluzív helyen, Dunakeszin lesz pontosabban, a Duna Residence-be egy exkluzív helyen, dátum még nincsen, ez valószínűleg a nyár elején, közepén lesz, lehet, hogy szeptember, még nem tudom, de időben fogsz róla értestést tudni neked, csak annyi a dolgot, hogy elküld a sikerkukat, sikervitamin.hu-ra, azt a pár darab számlát, amit a Judemi ad neked, amelyet tud igazolni, hogy te magad igenis 219 euróért minimum vásároltál. De még lesz egy különleges dolog. Lesz egy olyan dolog, amit, amit még nem ismersz tőlem. Tudni légy, most készül le, és most van nyomdába az első könyv. Az első könyv, amiben összeszedtem, ez egy sorozat első része egyébként, összeszedtem az oroszlánok, magyarul a három darab sikercsapatnak, az elején összegyűjt tapasztalatokat, tudást egy regény formájában. Tudod, akkor rögzül leginkább a tudás benned, és a tapasztalás, hogyha ezt valamilyen emociáns töltéssel, valami izgalmas dologgal tudod megtölteni. És ezért egy regény, amilyen formában megjelenik, a címe a könyvsorozatnak Oroszlán Falka, úgyhogy ebből kapsz egy dedikált példányt, abból a limitált darabszámból, ami most ki fog jönni a nyomdából. Direkt kevés készül. Később lehetséges, hogy majd online lehet őket megnézni e-book formájában az Amazonon. Úgyhogy különleges a hét, különleges a húsvét természetesen. Készülj föl, készülj egy nagy ugrásra. Tudod, ez a két tananyag, amiről ma beszéltem neked, ez akkora változást olyan szikrát gyújthat benned, hogy kár lenne elvesztegetned éveket. Na, Találkozunk a sikernapon, ha velünk tartasz, hanem akkor holnap, elmeséltek egy érdekes sztorit a. Az egyik megvalósult vonzástörvényéről, amit nem is fogtam akkor föl, hogy hogyan valósult meg. Úgyhogy sok sikert kívánok neked. Kérlek mondd el, hogy egyébként, ha már vettél ilyen tananyagot, melyik tananyag, hogyan tetszett neked, milyen információt adott neked, vagy mi volt az a tudás vagy konferencia, ami neked sorsfordító volt, és az egész életedbe hosszú távú kihatással irányt változtatott jó irányba az életed. Várom a hozzászólásod, minden szorít meg fog köszönni. Úgyhogy sok sikert neked, ciao.